Holnap ulti tanfolyamra megyek. Tök jó lesz. Kinek? Engem értek az. Na, hát jó. Előszobákban lerugattor nacipők házi bulik. A lehúzott redőny részein át néztük, hogy hajnalodik. Be minden ezre táncoltunk a teraszon fél háromig. És álltuk a félelem óránként ránk törő hullámait. A WC hideg csempéjéhez szorítottam a homlokomat. És imádkoztam, hogy örökké tartson ez a pillanat. Vagy ha nem is a pillanat, hát akkor legalább a délután. És maradjunk 22 évesek egy sarok házteraszán. De hiába vártunk, hogy történjen valami. Mindegy, hogy mi, csak legyen már valami. Szétszóródtunk Szegedre, Pécsre felszálltunk, a hírre vagy egy londoni gépre, vagy otthon maradtunk a legmesszebb mindenkitől. De évente kétszer még felhívjuk egymást és találkozunk, és próbálunk pont annyit meginni, amennyit régen tudtunk. Aztán legkésőbb éjfélkor szédülve, köpködve elindulunk a házakba, amikben örökre elmúlt a gyerekkorunk. És hiába várjuk, hogy történjen valami. Mindegy, hogy mi, csak legyen már valami. Szétszóródunk Szegedre, Pécsre felszállunk, a hírre vagy egy londoni gépre, vagy otthon maradunk a legmesszebb mindenkitől. Halljátok Ákos szólóját? Na, hogy csöndesen figyeljetek! Előszobákban lerugottor nacipők házi bulik. A lehúzott redőny résein át néztük, hogy hajnalodik. Be minden ezve táncoltunk a teraszon fél háromig. Mintha 10 000 éve lett volna, és egyre csak távolodik. Mit mondtál, Zsolt?